Sziasztok! Ahogy ígértem, itt vagyunk most a Citadellánál, és megnézzük, hogyan áll az építkezés. Hát ennél közelebb nem lehet menni, mert itt is el van kerítve, de azért majd szerintem lesznek olyan helyek, ahonnan jobban meg lehet nézni. Az viszont már egyértelműen látszik, hogy a falakat itt már teljesen felújították, ezek már nagyon szépen néznek ki. Talán emlékeztek rá, hogy milyen volt régen a háborús golyónyomok is itt voltak benne, be is várjuk ide egy képet erről, hogy lássátok milyen volt, és most pedig nagyon szép lett, de majd még megnézzük több helyről is. Itt van a nemzeti lobogó is, ami a legnagyobb az országban, ezt is a felújítás során helyezték el itt. Ha tetszik ez a videó és érdekel titeket további budapesti, illetve magyarországi fejlesztés, építkezés, felújítás, akkor pedig lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel a csatornára. Kicsit más téma, de egyébként ezen a héten végre az atlétikai stadion környezete, illetve maga a stadion is megnyílik, illetve úgy tudom, hogy a gyalogos biciklis hidat is meg fogják nyitni, úgyhogy amint lehetőségem lesz, akkor ezt is meg fogom nézni és bemutatom. Tavaly egyébként már jártam ott és készítettem is egy videót róla, de akkor még nem volt minden elkészülve. Azóta csináltak játszóteret, futókört, ugye a hídon se lehetett akkor még átmenni, most pedig már lehet. Úgyhogy ezeket majd mind bemutatnám egy új videóban. Hát sajnos ennél nem tudok közelebb menni, de láthatjátok, hogy van ott daru is, meg állványozva is van a fal. Bár egyébként úgy láttam, hogy a falnak legalább a 90%-a már teljesen megújult. Természetesen meg fogom nézni a Szabadságszobor környékét is, ott szerintem sokkal közebb lehet majd férkőzni a szoborhoz és az egész Citadellához is. Többen mondták azt, hogy nem örülnek annak, hogy megnyitják így ezt az erődöt, hiszen ezzel elveszíti az erőd jellegét a Citadella, de hát tulajdonképpen ez már egy turista látványosság a 60-as évek óta. Abban az időszakban még egy ideig szálloda is üzemelt benne, úgyhogy ez egy turista látványosság, így szerintem nem gond, hogy megnyitjuk. És egyébként is ezt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után a Habsburgok építették, és itt volt benne a katonaság, és ágyukkal volt tele az egész erőd, éppen azért, hogyha újabb forradalomra készülnének itt Pesten, akkor már lőhettek volna Pestre, úgyhogy nem volt egy túl jó látvány, hát a pestiek nagyon nem is örültek annak, hogy felnéztek, és akkor itt van ez az erőd, ami 1854-ben készült el, és akkor tulajdonképpen bármikor lőhetnek innen, szerencsére erre soha nem került sor. 1867-ben ugye megtörtént a magyar-osztrák kiegyezés, és onnantól kezdve már nem is nagyon, hát még maradt itt valamennyi katona, de igazából már nem jelentett fenyegetést ez az erőd, és 1897-re pedig megkapta a főváros egyébként, és kibontották helyenként a falakat is, mondhatni úgy, mint most. Nyilván nem pont úgy, mint most, egyébként teljesen le is akarták bontani, de erre nem volt elegendő pénze a fővárosnak, úgyhogy ez nem történt meg. Aztán utána a második világháborúban még itt a magyarok meg a németek is használták, majd végül tulajdonképpen 2021-ig ismert formáját a világháború után nyert el, és akkor már ugye 60-as évektől, mint mondtam, már turisztikai látványosságként üzemelt, és hotel is volt benne, és aztán 2021-ben lezárták, és arra volt szó, hogy 24-ben elkészül a felújítás, de hát ez nem készült el, most a jelenlegi dátum egyébként ott az elején ki van rakva, hogy 2025. december 31. De egyébként 2026-ot mondanak, szóval szerintem 2026 áprilisában lesz majd az átadás. Bár a kiállítás esetén úgy rémlik, hogy korábban is 2026-ot mondtak, csak a többi részt már eredetileg 2024-ben átadták volna, de így 2026-ra csúszott az egész, viszont mindent egyszerre fognak átadni. Kivéve persze a siklót, amit egy magáncég épített volna, de nem lett belőle egyenlőre semmi, hiszen ha jól tudom, legutóbb a környezetvédelmi engedélyt semmisítették meg, mivel az útvonalán természetesen ki kellene vágni a fákat.
Pedig szerintem így is sokkal környezetbarátabb lenne, mint az a ki tudja mennyi busz, ami minden nap föl lejár a Gellért hegyen, de hát jelenleg nem épül, meglátjuk, hogy egyszer lesz belőle valami. Láthatjátok, hogy itt is megújult már a fal, mellette pedig itt van az egyik kivágás, ott van a lépcső is, hát talán látjátok. De már innen úgy néz ki, hogy a lépcső is elkészült, és itt pedig a szabadságszobor hatalmas állvánnyal, ami egyébként most is dolgoznak, de mindjárt megnézzük ezt még a másik irányból is, úgy látom, annál jobban lehet majd látni az egész munkálatot. A beruházás másik vitatott pontja pedig a kereszt. Bár Magyarország alapját adja a kereszténység már több mint 1000 éve, így ez nem feltétlenül olyan nagy probléma szerintem. Egyébként amikor felépült előttileg ez a szobor, akkor előtte volt egy szovjet katona is, amit végül a rendszerváltás után eltávolítottak innen, és a szobor talapzatán lévő szöveget is átalakították. Hát most kap a szobor egy újabb változtatást tulajdonképpen. Már lehetséges, hogy a legjobb, vagy legbiztonságosabb megoldás az lett volna, ha nem a szoborra teszik a keresztet, hanem valahol itt a Citadellán, itt a Gellért hegyen egy nagy keresztet felállítanak, és a szabadságszobor pedig marad érintetlen, és így tulajdonképpen nem kötődik semmilyen valláshoz sem. Hát köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót, és legközelebb akkor valószínűleg az atlétikai stadiont fogom körbejárni. Sziasztok!